Vendégünk Fridéli Gábor, akit talán még mindig mindenki ismer, hiszen NB1-es labdarúgó asszisztens volt, megszámlálhatatlan bajnoki mérkőzés áll mögötted, jól mondom? Nagyon szépen köszönöm a felkonferálást, valóban így történt. És mikor volt ez? Hány évvel ezelőtt? 1997-től 2002-ig voltam az országos játékvezetői keret tagja. És sokat működtél Fábián Mihállyal is. Már én igazából kevesebbet működtem, mert amikor én mielőtt abba hagytam volna, ő akkor került fel az országos keretbe, de az első NB2-es mérkőzésén én segítettem. És Misiről tudni kell, hogy most Ausztráliában él és dolgozik. És nagyon jól érzi. Hatalmas karriert csinált, és miskolciként eljutott a BL döntőbe. Valóban. Ezt is kell tudni róla, alapon játékvezető volt. Na tehát téma, a labdarúgó NB1 létszáma. Most 12-es a mezőny, ezt jónak tartod? Kevesleg vagy esetleg még sokallod is? Alapvetően nagyon nehéz kérdés. Több irányú, nem vagyok szakember. Azért ezt itt az elején szögezzük le, hogy én nem tartom magam szakembernek. Van nyilvánvalóan egy elképzelésem az egészről, lehet, hogy véleményem is, ami naponta tud változni, mert egyik pillanatban azt gondolom, hogy tökéletesen elég ez a 12 fős bajnokság. Aztán eltelik 2-3 hónap, és teljesen másképp gondolom, jó magam. Tehát jó magam is örülök ezzel, hogy melyik lenne jó. Amikor ezt a 12 fős bajnokságot létrehozták, akkor az a jobbító szándék volt bennük, és én teljes mértékben mellette álltam az egész dolognak, hogy ez a 12 fős bajnokság, ez életképes, ezt kell csinálni, mint hogy többi országban is, környező országokban is, meg hasonló futballkultúrával létező országokban is ezt már létrehozták. Akkor én is azt mondtam, hogy erre van szükség, mert a finanszírozásokból, meg egyéb más dolgokból erre van szükség. Aztán, ahogy telt múlt az idő, azt gondolom, hogy itt egy-két dolog azért változott. És akkor mennyi legyen? 14, 16, esetleg 18? Én azt hiszem 16-ra lenne szükség. Most plusz 4 csapata, mostani osz. Plusz 4 csapatra, ami nagyon sok gondot jelenten, meg nem biztos, hogy jobb lenne. Mármint a színvonal? A színvonal szerintem talán valamivel jobb, nézhetőbbek lennének a meccsek. Azért lennének nézhetőbbek a meccsek, mert nagyon kiegyensúlyozott a 12 fős bajnokság. 12 csapatos bajnokságnak egyik, nincs több jó csapatunk, mint egy. Igazán Európa szintű csapatunk egy van. Az összes többi tulajdonképpen egy sarang. A Ferencvárosra gondolok, akinek szerintem egyfajta teher ebbe a bajnokságba játszani. Az összes többi küzd tulajdonképpen magyar bajnokságén, mert ennek a Ferencvárosnak a képességei, meg a játékos keret, meg a minden egyéb mellett ennek olyan szinten kellene nyerni a magyar bajnokságot, mint annak idején Alberték, amikor 100%-osan nyerték meg a bajnokságot. A többi csapat részvevője ennek a bajnokságnak úgy, hogy egyik pillanatban európai kupás helyen áll, az a következő 2-3 fordulóban meg már a kiesés ellen harcol. Nincsenek éppen ezért igazán látványos mérkőzések, mert pillanatnyi eredményekért küzdenek, nagyon sok a döntetlen, nagyon sok a nem olyan futball, ami látványos lenne a nézők számára. Ezzel együtt a színvonal meg nem erős. Tehát akár lehetne 16 csapatos bajnokság is. Na álljunk meg itt a 16-nál. Ha 16 lenne, akkor valószínűleg státuszhoz jutna,
olyan néhány nagyváros, mint mondjuk Győr, Pécs, Szeged, Nyíregyháza vagy Békés Csaba. Ezt helyeselnéd, ugye? Nyilvánvaló, hogy örülnék egy olyan futballfellegváraknak, ahol nézője van, kialakult kultúrája van az egész futballnak, hagyománya van. Hogyha mi felemegyük négyel ezt a mostani létszámot, akkor se biztos, hogy oda kerül egy Pécs, egy Győr, egy Nyíregyháza, vagy egy Békés Csaba, vagy egy Szombathely. Szeretnénk ugyan, de ez sajnos jelen esetben nem úgy valósul meg. Na és mi legyen a budapestiekkel? Hiszen szenved a Vasas, szenved a Honvéd, szenved az Újpest, sőt, szenved a liftező, hol feljutó, hol kieső MTK is. Amikor én ráébredtem a futballra, tehát én a 80-as évek elején ébredtem rá, koromnál fogva a futballra, és akkor lettem szurkolója a futballnak, akkor 16 csapatos első osztály volt, és 7 darab NB1-es csapat. És gyakorlatilag az NB1-es... Mármint 7 darab főváros. Bocsánat, 7 darab fővárosi csapat van az NB1-ben. És ők uralták ők játszottak a dobogóért, ők nyerték a bajnokságokat. Nagyon ritka volt az, hogy mondjuk pont a 80-as évek elején, hogy egy vidéki csapat nyerte. Az ország más részei a vidék legjobbja címére harcoltak. Tökéletes. És ez volt egy dicsőség. És valahogy én ebbe születtem bele, és én ezt megszoktam. Tehát én egyáltalán nem tartom teljesen lehetetlen küldetésnek az, hogy hát ők a legjobb csapatok, akkor ők küzdjenek a legjobb helyekért. Most is így van, de csak a Ferencváros esetében. De csak a Ferencváros. Hát gondoltuk volna, hogy Kecskemét. Kecskemét vagy Paks. Kisvárda vagy Paks vagy Debrecen. Még a Debreceni. Hát de Debrecen jogos, mert hiszen az ország második legnagyobb városa. De hát a vidékiek följöttek. Feljöttek. És a fővárosiak leültek. Ez sok létű probléma. Finanszírozás, politika, sok minden kérdés összetevője van ennek a dolognak. Én azt gondolom, hogy ezzel kell együtt élni. De ebben látom a problémát, hogy fővárosi vagy vidéki csapat nyeri a magyar bajnokságot. Na de ha 16-os lenne a létszám, akkor azért minden hatványozottan növekedne. Több játékos, több vezető, több utánpótlás csapat, több pénz, minden több lenne. Sportágnak ez jót tenne, nem? Alapvetően igen. De én azt gondolom, hogy nincsen több pénz az első osztályú magyar futballra, mint ami jelenleg van az első osztályú magyar futballban. De régen TAO nem volt. Régen TAO nem volt, de ezzel együtt se gondolom azt, hogyha most felemeljük, tehát ezért van bennem ez a két laki dolog, hogy egy kicsikét örülök ezen, hogy melyik lenne az igazán jó, mert több pénz nem lenne a magyar futballban. Jobb játékosok nem lennének a magyar futballban, de még több néző se lenne a magyar futballban, ha 16 csapatos magyar bajnokság lenne. Én abban látom igazából az egész 16 csapatosnak, talán, hogyha most döntenem kéne, és mit választanék én, hogy egyfajta rájátszás lenne. Valahogy egy olyan típusú bajnokság, ahol a legjobb csapatok is külön együtt harcolnak, tehát mondjuk a 16 csapatos bajnokságnál egy 8-8-as rájátszást. Egyik a bennmaradásért, a másik része pedig ez több sportágban van, alsóház és felsőház. Alsóház, felsőház. Na de ha több meccs lenne, több lenne a néző. Hiszen de csak pályánként relatíve 2-3-4-5 ezerrel és még 4 mérkőzéssel több lenne. Csak vagy 2 mérkőzéssel. Egy mérkőzéssel nem lenne több néző. Az most a jelenleg olyan 2-3 ezer néző között van az átlag nézőszám a magyar NB1-ben. Nem hiszem azt, hogy több néző lenne, bár amikor felkerülne egy Szombathely, felkerült a Diósgyőr, ott több néző van. Ott évek óta több néző megy ki a mérkőzésekre, tehát akik élőben nézik a mérkőzéseket.
és az utánpótlás nevelést, hiszen hogyha több NB1-es csapat lenne, akkor az utánpótlás nevelésbe is több gyerek áramolhatna, mert hiszen lenne egy gúlaszerű fölfelé áramlási lehetőség. De jó sok lenne, fiatal számára, vagy nem így van ez? Én azt gondolom, hogy amikor 16 csapatos NB1 volt, akkor is ilyen 50-60% volt a pályára lépők aránya a légiósok és a magyar játékosok arányában. Tehát a magyar játékosok pályán töltött ideje kb. 60%-ot teszi ki. Én a 16 csoportos, vagy 16 csapatos NB1-be se gondolnám, hogy több lesz. Tehát nem ettől várnám az igazi áttörést. Ezért nem tudom, ezért örülök, újra visszatérek ebbe, hogy ezért örülök, hogy jó-e változtatni. Mindenképpen kell változtatni. A jelenlegi állapot ez a 33 mérkőzéses bajnokság, én szerintem nem jött be. Meg ez igazságtalan is, hiszen nincs tükörkép. Egy csapatot kétszer fogad, és egyszer megy hozzá idegenbe, vagy a fordítottja. És nem mindegy, hogy valaki kétszer játszik otthon a Ferencvárossal, vagy kétszer a Vasassal otthon, hiszen lényegesen kevesebbet szerezhet így otthon. Valóban, és igazából az egyik 17-et játszik otthon, a másik 16-ot, tehát valahol... Hát ezt sokan támadják. Jogosan. Na de mi legyen a játékvezetéssel, hiszen a játékvezetésnek jót tenne, mert sokkal több futballbíró kerülne a reflektorfénybe. De nagyobbak lennének a keretek. Ha újra kezdhetnéd, örülnél a több meccsnek, hiszen Tamás, több küldést kapnál. Tamás, én úgy mondom, ahogy van. 80-as évektől folyamatosan követem a futball eseményeit. Én azt gondolom, hogy ilyen gyenge játékvezetői keret, mint ami most jelenleg vezeti az első osztályú mérkőzéseket, még nem volt. Miből lehet ezt megállapítani? Azt, hogy a saját könnyen mondhatnám azt, hogy én így érzem. Én így gondolom, hogy én ezt látom, én úgy veszem észre, talán valamikor én is működőként máshogy láttam, de nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a nemzetközi küldéseken tökéletesen látszik az, hogy a mi játékvezető milyen szintekre jutnak el. Na most nincs Pul, nincs Palotai, nincs Kassai, tehát nincs Fábián, nincsenek egyéniségek. De majd lesznek. Nagyon remélem. És éppen ezért azt gondolom, hogy egy jókora fiatalitáson kellene átmenni a magyar játékvezetői karnak is, ahol még több fiatalt, még több tehetséget kellene felhozni, teret adni nekik. Legalábbis én így gondolom. Rendben, nézzük a gazdasági helyzetet. Most az állam által adott ne forszírozzuk összegeken túl a társasági adóból származó keretekig, a helyi szponzorokig, a mecenatúráig, a jegybevételig, a televíziós bevételig, az önkormányzatok által adott pénzig, hiszen ez is állami pénz, bődületes összegek áramolnak a magyar futballba. Hivatalos költségvetést nehezen hallunk, mert azt tudjuk, hogy a Real Madrid mennyi, mert nyilvánosságra hozzák és bejelentik, hogy mondjuk 400 milliárd forint. Ezzel szemben a Ferencváros vagy a Molfehérvár hivatalos költségvetését nem nagyon tudjuk, vagy ha tudjuk, nem biztos, hogy annyi. Na de hát akkor, ha több pénz lenne, hiszen azt mondjuk, hogy most sok pénz van. Ha még több lenne, akkor még tovább jutnánk a nemzetközi mezőnben, vagy nem? Gondolok világbajnoki, Európa-bajnoki szereplése és a nemzetközi kupákra. Ez összetett. Azt, hogy világbajnokság, vagy Európa-bajnokság, ez lehet akár későbbi terv is. Az, hogy az első osztályú magyar futball színvonala még több pénzzel, még előré tudna menni, ez megint egy tiszta dolog, mert ha még több pénz van, még jobb játékosokat lehet szerződtetni. Ki ne szerződtetne még jobb játékos, tehát hogyha egy Ronaldot vagy egy Messit meg tudna venni egy
egy szombathelyi haladás, vagy egy Diósgyőri VTK, akkor ő fogná is megvenni ezeket a játékosokat, és ezáltal még jobb lenne az ő csapata. Mert erősítés lenne számunkra. Még több pénzzel, még jobb játékosokat, és még több nézőt tudnának biztosítani mérkőzésekre. Nem könnyű kérdés, ezt a pénzt, persze rengeteg pénz áramlik bele a magyar futballba, sokak szerint sokkal több, mint kellene. Ez minden országban így van. Ez nem hiszem, hogy egyszerű magyar dolog lenne, hogy a futballba, mint a legnépszerűbb sportba ennyi pénz áramlik bele. Így a Magyarország se különbözik a többitől. Több pénz jön bele, ezáltal én azt gondolom, jobb futballunk van. A válogatottra ez nem teljesen vonatkozik. A válogatottunk most azért jobb egy kicsivel, mert egy jó kapitány, egy jó posztokra talál meg megfelelő embereket. A nemzetközi futballban a klubcsapataink hát tulajdonképpen a Ferencváros képvisel minket. Ő azért jobb, mert még több, még nagyobb költségvetéssel bír. Az a költségvetés körülbelül ennyire prognoszizálja ezt a csapatot, ahol jelenleg tart. Itt mondtad a vásárlást, itt jegyezzük meg, hogy nem csak vásárolni lehet, hanem eladni is. Nagyon sok tehetségest eladott például az MTK. És az akadémiákból nagyon sok tehetséges került ki, és lám más országokba, a szomszédos országokba is játszanak, például Szlovákiában magyarok nagyon sok tehetséget eladtak nagy pénzért. Tehát végül is, ha az utánpótlás nevelés miensége javul, akkor abból rengeteg pénzt ki lehet venni. Tökéletesen látod. Alapvetően, hogyha a utánpótlásban még több pénz kerülni, és sokkal kevesebb, mint az első osztályi futballból, mert egy kicsikét az első osztályi klubok, vagyis a top klubok, vagy a felnőtt klubok elviszik azokat a pénzeket, amit bele kéne fordítani a utánpótlásba. Egy ragyogó példa az, amit mondjuk a Dinamo Zagreb csinál, hogy egy fél Európát elárasztanak azok játékosok, akik abból a akadémiáról kerülnek ki. Tőlünk is kerülnek ki akadémiáról különböző játékosok. Én azt gondolom, hogy jóval kevesebb kerül ki, és jóval kevesebb tud bemutatkozni az első osztályú mérkőzéseken, a magyar első osztályú mérkőzéseken, mint ami egyébként kellene, hogy legyen. Említetted a 16-ot. Azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy a 16-os mezőny, vagy a leendő 16-os mezőnynek létesítményakadálya ma már nincs, ugye? Valóban. Mindenütt, már minden városban igazából újjáépített stadion van. Tehát azt hiszem, a tárgyi feltételek oldaláról semmi problémán nincs. Tárgyi feltételek alapján alapvetően létjogosultsága van több klubnak. Már azt gondolom, a Kecskeméti stadionosan állapotban van, hogy első osztály mérkőzéseket lehet ott lebonyolítani. Akár 16 csapat is megoldhatná. Számomra egy érdekes kérdés az, hogy a 16 csapatnál még egy olyan technikai dolog van, hogy az összes magyar mérkőzést közvetíti a televízió most jelen esetben. Nem kellene? Csapat. De. Sőt, én ezt támogatom. Ugyanúgy, még a 16 csapatosnál is legyen közvetítve az összes mérkőzés, mert az emberek lássák. Nem ezért nem mennek ki megnézni a mérkőzést, mert meg tudja nézni a televízióban. Igenis, legyen nézhető az összes mérkőzés. Igenis, ahogy most van, az összes mérkőzésen legyen VAR. Én, mint egykori játékvezető, most is van. Én dicsőítem. Érvonalban van. Minden mérkőzésen van most ez a fajta technológia, tehát elérhető, bár hozzáteszem, hogy jelenleg 3 autó van, amiben ilyen technika van, tehát egy kicsit bonyolult, egy kicsit át kell szervezni, de szükség van rá. Mert ennek azért van létjogosultsága, mert jóval kevesebb a rossz döntés.
döntése 95%-a helytálló, a statisztika szerint. Csányi Sándor mondta az MLS közgyűlésen. Zseniális. Tehát 5% vitatható mindössze. És azok se arról szólnak, hogy gól vagy nem gól, hanem arról szól, hogy kivel ment ki a labda. Igen, igen. Testi érintkezést, hát azért ekkora hiba lehetőséget meg adjunk már meg különböző szabálytalanságnak, elbírálásának. Na, utolsó kérdés. Csányi Sándor azt mondta, hogy 2025-ben változhat az NBA létszáma, és jövő nyáron gondolják át és döntenek. Ha te lennél az MLS elnöke, és most 2023 májusát írjuk, 12, 14, 16, 18, mi legyen, mondj nekünk egy számot. Ha én lennék az MLS elnöke, akkor rengeteg, nagyon sok pénzem lenne, mert Csányi Sándornak nagyon sok pénze van, nem bánnám. Komolyra fordítva a szót, én hamarabb se vezetném be azt, hogy több csapat legyen, viszont visszaállnék a 16 csapatos bajnokságra, viszont alsóház, felsőház lenne az én elképzelésem, vagy talán azzal próbálkoznék, mert talán azzal próbálkoztunk a legkevesebbet, annak adtuk a legkevesebb esélyt régebben, hogy a 16 csapatos bajnokságban egy alsóház és felsőház legyen, és akkor azok küzdjenek meg. Jobbító szándék lenne bennem ezáltal. Azt gondolom, hogy megpróbáltuk ezt a 12 csapatos bajnokságot, mint ahogyan már említettem, hogy nagyon sokan csinálták ezt, és csinálják is ezt. Nekünk nem sikerült, menjünk vissza a 16-ra. Köszönöm szépen, vendégünk Fridéli Gábor, egykori NBA 1-es asszisztens volt.